Mi magyarok. Autót a holdra. Pavlicz Ferenc. 1928-ban született a Vasmegyei Balozsa Megyesen. A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett gépészmérnökként. 1956-ban menyasszonyával elhagyta Magyarországot, egyedül a diplomáját vitte magával. Amerikában a General Motors fejlesztőjeként terepjárókat tervezett. Hamarosan az Apollo program részeként az égitesteken közlekedő járművekkel kezdett foglalkozni. A világ első holdautója a Lunar Roving Vehicle első ránézése négy keréknek is egy alváznak tűnik. Ennél azonban sokkal több. Ez egy összecsukható szerkezet, melynek első példányát 400 ember másfél év alatt készítette el. Bírnia kellett a terep akadályokat, a hű az alacsony légnyomást, és le kellett küzdenie a gravitációt, pontosabban annak hiányát. Hossza 310, szélessége 230 centi, tömege 200 kg. Összesen 490 kiló terhet szállított, de csak a Holdon. Földi körülmények között ekkora súly alatt összeroppant volna. A négy kereket Pavlics szabadalma szerint külön-külön villanymotor hajtotta, a vezető botkormányjal irányított. Csúcssebessége 18 km per óra volt. Az első 1971-es expedíció alatt a holdautó közel 29 kilométert tett meg. Ezekből a következő években még két darab repült el a holdra. A világ valaha volt legdrágább autói nem kerültek vissza a földre, azóta is a holdon parkolnak. Pavlics Ferenc 1972-ben megkapta a NASA díjat. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.